Sziasztok, én Tom vagyok, itt van velem Erpi. Hi. És most egy automatikus csirkefarmot fog megépíteni, ami termeli magának a csirkéket, és meg is süti őket automatikusan. Úgyhogy most ezt Erpi fogja megépíteni, és nézzük, hogy fogja megépíteni. Ha nem verészítjétek a környezetet. Igen. Nyugodtan. Esetleg addig kutattál rád. Igen, most éppen Erpi azt csinálja, hogy oda fognak állni. Ez a két adagoló azért funkcionál, a felsőbe megy a láva, amit majd egy ismétlődő jelre fogunk ráadni. Természetesen az alatta lévő bemennek majd a tojások, amik szintén majd fogják kidobni a csirkéket. A sok tölcsér természetesen az elvezetésre funkcionál, és ebbe a ládába fognak érkezni majd a sült csirke, tol, meg az ilyesmi. Ide fognak a fél blokkra spawnolni a... Be is teszem az üveget, ha nem haragszol meg. Ide teszem az üveget. Nem, az úgy sincs nálam. Ide fognak jönni a... Ezt a chestet szerintem egyebben lehetne tenni, nem? Merre már? Valamit elnéztem. Megvan, néztem el. Igen. Megvan. Jó, oké. Okay. Egy kicsit korrigál, Erpi, nem probléma. A legjobbakkal is előfordul, hogy egy kicsit nézi a már elkészített. Hát pláne akkor velem. Igen. Tehát arra a fél blokkra fognak spannolni a... Ugye tojásokat fog kidobni, amiből kis csirke lesz, és miután a kis csirke még pici. Ezért nem fog elégni a lávába. Viszont ahogy megnő, meg fog gyulladni, elég, és az alatta lévő tölcsér beszívja, és ebben a lávába fogja eljutni nekünk a cuccokat. Itt láthatjátok a folytójelet. A folytójel, amit úgy lehet megoldani, hogy így egymásba köttök két tölcsért, és beleraktok egy tetszés, tehát tök mindegy, hogy milyen blokkot beletesztek. De mindenféleképpen egymásba kell nézniük. És ezt a jelet egy ilyen vörös, vagy vöröskő összehasonlítóval továbbítjuk ebbe a blokkba, és utána, nem baj, ha szétütöm, megmutatom a nézőknek, itt van belekötve. Nyugodtan vert szét az egészen. Csak a nézőknek mutatom, hogy ide továbbítja a jelet, és azt a mind a két adagoló el van látva ezáltal. Oké. Ideig eljutottunk, most várunk, hogy folytassa, mert mindent elmagyaráztunk. Ja, megkeresi a csirkéket. Igen, csirkék kellenek oda. Pak. Oda bemennek a csirkék. Oh. Ott mellé mennek. Észrevettem. Ezt egy följebb kéne pakolni szerintem. Pillanat. Amúgy igen, följebb volt. Egyen följebb, igen. Jó gondoltam, hogy az úgy nem lesz jó. Hatalmas lendülettel érkezett Erpi. Lefele. Igen. Így is lehet sütni. Hoppá. Hát igen. Ott még maradt egy. Na jó, kiestek a világból. Fölötted még van egy. Hát itt meg három van. Jó. Hogyni? Jó, négy. Jó, az meghalt. Jó, ott volt a pont. Egyre jó. Figyeld már, töltsére, hogy brékelt a csirke. Shit. Hallj meg, hogy... Fuck. Igen, egyen följebb kell hozni. Szerintem... Csak megpróbáltam, hát a még kisebb lehet. Jó, hát... Nem most tudtak mindegy, miből van. Hát én most így... Úgy se nézed. Jó. Így. És akkor most mehetnek bele a csirkék. Fuck. Na most ugye a rendszer arról szól, hogy... Opa. Hoppá. Igen, azt öld le. Igen. A rendszer igazából arról szól, hogy ezek a csirkék, amik itt vannak bent, ezek tojnak tojást. Ti nem fogjátok tudni, mert Survivorbe nem fogjátok tudni, igen, ezzel is lehet kisebbé tenni az egészet. Survivorbe ugye nem tudjátok tojásokkal megoldani, kivéve, hogyha too many-ből addoltok magatoknak, de ez már csalás. Ha nem akartok csalni, akkor egyszerűen fogjátok a tojásokat, amiket adnak a csirkék, oda beszpannoljátok őket, és innentől kezdve saját magától fog termelni, és nem kell vele foglalkozni, csak ide jön az ember, és kiveszi a nyersanyagot.
kiveszi a sült csirkét. Igen, Erpi most mutatja, hogyha bedobja a tojásokat, akkor ez be fogja szívni. Nem, tojtak. Tök mindegy. És láthatjátok, hogy már spannolja oda a csirkéket, és a kis csirkéket, és nem fognak megégni. Lehet, hogy belelóg a feje, de nem fog meggyulladni. Csak akkor, hogyha majd nagyra nő. Igen. Ezt a rendszert máshogy is el lehet látni. Ennélkül az izé nélkül. Igen, tehát anélkül is el lehet látni. Meg két hogyha nem tudtok még a netherbe menni, akkor én megmutatom ezt a rendszert, hogy lehet megépíteni. Megmutathatom, vagy szeretnéd megmutatni te? Összerakom. Nekinek mi az olcsóbb? Igen. Igazából ehhez quartz kell, tehát azért jobb az a másik rendszer. Egy darab. Igen, de az viszont több redstone kell, viszont ebbe meg quartz kell, tehát hogyha nem áll az ember rendelkezésére redstone, akkor... vagy redstone, quartz, akkor ez jobb ez a rendszer, amit most fog RP megmutatni. Ez igazából igen, egy nagyon rövid ismétlődő órajelből áll az egész. 4 repeater kell hozzá. Amit most RP látom, próbál úgy összerakni, hogy minél kevesebb helyet foglaljon. Nem sikerült. Jó lesz ez így, és a mindegyik oldalára redstone kell már csak, és kész. Igen, nem feltétlenül. Sőt, minden 4 sarokra lehet blokkot tenni, és még tovább lehet spórolni redstone-t. És igazából az egyik helyre teszek egy kart, amivel lehet leállítani, és kész. És megy is. Igen, 2 repeaterre kell delay, mert különben kiakadhat a rendszer, túl gyorsan fog pörögni és kiakadhat. Ezért kell... Így is megszik. Így is működik. Még kevesebb redstone. Tehát láthatjátok, még kevesebb redstone kell, így összesen csak 8 darab redstone kell, mert ugye egy repeaterbe 2 redstone fákja kell. 9. Akkor nem, várjál, 2, 4, 6, 8, 8, ja és 9, ami oda adagoló fölé kell. Na most nagyon akarsz kötekedni, akkor ott vannak az adagolók, ami még plusz 2 redstone. Jó, oké, tök mindegy, de nem kell sok redstone hozzá, 10-valahány redstone-ból bőven kijön a rendszer. És 11. Igen, tehát igazából ennyi a rendszer, mindkét ellátórendszer, tehát ez az órajel is, meg a másik is tökéletes. Csak hogyha valaki nem tud lemenni, még egyszer ismétlem, ha nem tud lemenni az ember a netherbe, meg nincsen gyémántja, akkor természetesen ezt a rendszert fogja megépíteni. Mi is valószínűleg meg fogjuk építeni a jövőben a Minecraft sorozatunkban, mert ott már van egy szép kis farmunk. Csak... Musta vagy farmolni. Igen, musta vagyunk farmolni, úgyhogy valószínűleg csinálni. Nem is kell hozzá annyi töltsét. Igen, azt mondtam még az elején, hogy azt meg lehet oldani. Úgyis, hogyha egyel hátrébb teszed. Mára ennyi. Vagy szeretnél még valamit bemutatni, vagy mondani valamit a rendszerrel kapcsolatban? Nem. Hát akkor mára ennyi. És akkor majd természetesen a folytatásban majd valami mást is összefogunk. Valamilyen redstone-os szerkezetet összefogunk tenni. Igen, valamilyen redstone-os szerkezetet még összefogunk tenni valószínűleg. Ugye már itt mellettünk látható a kombinációs zár. Úgyhogy valószínűleg még egy pár rendszert még van. Lehet, hogy bemutatjuk az automatikus búzafarmot. Akkor bemutatunk majd később 2 fajta monster trappet, akkor egy automatikus dinnye és... Az a nagy buzagány alakú. Igen, azt majd későbbiekben bemutatjuk, most még nem, de majd bemutatjuk azt is természetesen. És természetesen folyamatosan dolgozunk több projekten is majd, úgyhogy még fog bővülni a lehetőségek tárháza. Mára ennyi. Ha valami kérdésetek vannak a rendszerrel kapcsolatban, akkor kommentbe írjatok. Sziasztok!